36. Vizel Budapest félmaraton mellett két rövidebb távot is lehetett választani. A Manna ABC 10 km-re délben rajtolt, míg a Lágymányosi kör bő 5 km-re délután 2-kor. Így azok a családtagok, barátok, szurkolók is rajtozálhattak, akiknek a félmaraton még nagy falatnak bizonyult. Én kezdtem ezt a futást mondjuk 22 évvel ezelőtt, 40-valahány éves koromban, és aztán körülbelül, amióta mi együtt vagyunk 16. éve, 7 évvel ezelőtt kezdett el futni a párom. Akkor kezdett velem ilyen 4-5 kilométeres távokra eljönni, aztán így emeltük a tétet, 7 kilométer, 10 kilométer, ugye, és hát a kékes csúcsfutás, amin tavaly először részt vett. Nagyon jó a hangulat, borzasztóan inspirálta arra, hogy akkor talán nekem is meg kéne próbálni, ha több száz ember, több ezer ember ezt végigfutja, és nagyon jó a szervezés, úgyhogy ebben öröm részt venni. Nagyon jó volt, egyrészt az időjárás ideális volt, valószínűleg többet is készültem, mint tavaly, mert tavaly, a tavalyi félmaradt után akkor kicsit ki voltam borulva, most sokkal jobb volt a helyzetem. Én 10 kilométert futottam, remek volt, nagyon jó volt a hangulat, nagyon élveztem, minden kilométer jól esett, és majd megpróbálok jövőre fölfele menni, 14, 18, 21 akár. Kinek az ötlete volt, hogy az egész család eljöjjön a Lágymányos kör? Nagy örömükre az enyém. Én szoktam benevezni ilyenekre őket, igazából az élmény. Tehát, hogy még a következőt lefutni, még megütni a 2,3 kilométert együtt, és így beérni a célba. Nyilván utána már ketté váltunk, mert a fiúk gyorsabbak, mint mi. Hát igen, anyával egy kicsit lemaradtunk, de jó volt. Igazából mi úgy látjuk a Dunát, meg hát szép nagyon, így jó futni.